Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 23-ára. Ez a nap egy különleges nap, hiszen a nap eléri az őszi pontot, és meg lesz ez az éjszaka-nap egyenlőség, ahogy itt a képen látható is. Ezen a napon, tehát 23-án este 10 órakor készítünk egy nagy szertartást. Én innen jelentkezem majd Mallorca szigetéről. Ez a nap és éjszaka egyenlőség azon kívül a szertartás segít abban, hogy meglegyen a nyugalom, a belső egyensúly. Azt is jelentheti, valamit ki kell egyenlíteni, és utána lesz egy új kezdet, javulni fog a helyzet, lesz egy új irány, változások a munkát illetően, az egészséget illetően, a családot, a lakhelyet, vagy a párkapcsolatot illetően. Lesz egy új irány, egy új kezdet, megújulásuk, és javulni fog a helyzet. Én belepillantottam a napi horoszkópba, és nagyon érdekes, hiszen az indiai számítás szerint Neptun bolygó visszafele mozog a vízöntő jegyében. Ez a mozgás utal a múltra, az emlékekre, utal gyakran kármikus témákra is. Neptun bolygó olyan átláthatatlan. Bizonyos események átláthatatlannak tűnnek. De Neptun bolygónak más jelentése is van. Kihat az intuícióra, az inspirációra, szimbolizálja a művészi területeket, egy kreatív tevékenységet, jelenti a vágyainkat, az álmainkat és az elképzeléseinket is. Neptun bolygó 28 fokon van a vízöntő jegyében, és visszafele halad. És ezzel szemben az oroszlán jegyében van 28 fokon Vénusz bolygó. Tehát egy fok különbség, és az azt jelenti, itt már megvan a kapcsolat. Mégpedig képeznek egy úgy nevezett opozíciót. Ez olyan, mint egy tükör. Bele kell nézni ebbe a tükörbe. Itt szerelemről van szó, itt az álmokról van szó, de lehet egy művészi terület, egy kreatív tevékenység is. Ez a szemben állás nem csak olyan, mint egy tükör, ahol tükröződik valami, hanem olyan, mint egy mérleg. Itt ki kell egyensúlyozni a dolgokat. Van egy aranyszabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Itt az álmokról van szó, de nem szabad elrohanni a hétköznapok elől és csak álmodozni, viszont az sem jó, ha feladod az álmaidat. Itt kell a középpont, és pontosan ez tükröződik ezen a napon, amikor megvan ez a nap-éjszaka egyensúly, itt is egyensúlyról van szó. Ami még nagyon fontos, ezt akartam már a napokban is közölni, a politikai események. Béke vagy háború? Béke vagy háború? Itt is van egy opozíció, mégpedig a kármikus csomók képezik ezt. Ráhú, a felfele mozgó, kármikus csomó utal egy új irányra, gyakran jelenti az anyagi dolgokat is.
megvilágít valamit, itt vannak karmikus témák és változások. Ráhu, ez a felfele mozgó karmikus csomó a kos jegyében mozog. És a kos jegye felett Áresz, a háborúk istene uralkodik, vagy Mars bolygó, így is nevezhetjük, de ugyanarról van szó. A kos jegyével szemben van a mérleg jegye, és ott mozog a lefele mozgó kármikus csomó kétu, ami utal a mi érzelmeinkre, és utal a múltra. És a mérleg jegyénél a békéről van szó. Egyik oldalon a háború, a másik oldalon a béke, és itt vannak kármikus témák, és ez eltart jövő év novemberéig. Tehát addig még vannak itt kihívások. Az a fontos, hogy legyen meg a hitünk, hogy a jó Isten segít nekünk. Nincs más lehetőségünk ebben a nehéz helyzetben, hiszen nem tudunk változtatni ezen, mások döntenek helyettünk. Amit viszont megtehetünk, hogy legyen meg a hit, a szeretet, a bizalom, és tudjuk azt, a jó Isten segíteni fog nekünk ebben a helyzetben. És béke lesz újra. Ez legyen a hit mindenkinél. Én is ebben bízom. Amit még a mai napon mondani szeretnék, hiszen ez is nagyon fontos, a hold az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van, ugyanúgy, mint Vénusz bolygó. Tehát a hold ott van a közelben, és kihat ránk, hölgyekre is. És a holdnál érzelmekről van szó. És itt van egy külső hatás, Regulus, csillag, azaz uralkodóknak a csillaga. Regulus csillag besugározza a holdat, Regulus csillag besugározza a Vénusz bolygót is, tehát kihat ránk, hölgyekre. Regulus csillag szimbolizálja a szívünket. Ez a szerelem, ez a szeretet, vagy mindaz, amit kedvelünk, amit szívvel, lélekkel teszünk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!